Eltelt egy újabb hónap, és megérkezett a legújabb DriveCrate. Na nézzük meg, mi van benne. Na nézzük meg, mi van az e-havi dobozban. A témánk Belgium. Szerintem ilyen se volt még már az elmúlt években, általában Hungaroring volt. És nézzük, hogy mivel kezdünk. Ez egy kulacsnak tűnik, már félig nyitva van. F1 logo sports bottle. Na, végre van egy ilyen kis flakonka, amiben, ha jól látom, hát valamennyivel több, mint fél liter fér. És viccesek a feliratok, mert az 550 ml az pole position, utána looking good, 200 ml-nél már box, és tank szinte empty a végén, úgyhogy ez egy jó pofa kis kulacska. A következőnk egy Circuit Sign Magnet, már rég volt táblás mágnesünk. Besült. Másik oldalról nyílik. És íme a belga mágnesünk. Stílusban egyébként tökre illik a monakói nagy táblához, úgyhogy lehet, hogy közelébe fog kerülni. Újra van nyomatunk, mégpedig ez egy Oracle Red Bull Racing-es. Nézzük meg, milyen képet kapunk ebben a hónapban. Egy 20 éves Red Bull plakát. Forever Red Bull. Vagy Red Bull. Red Bull. Forever Red Bull. És driver numberünk van újra. Ugye itt van még a 16-os Charles Leclerctől. Most melyik szám van benne? Numero uno, úgyhogy Verstappen 1-esét kapjuk meg ezúttal. Tudunk belecsinálni 161-et. 116-ot. Vagy csak simán föltöztük külön. De ez is jól jön hátra. És akkor már csak az édesség van hátra, ami ebben az esetben Lutti és a Scooby-Doo. És ahogy nézem, ez ilyen gumicukor jellegű spagetti. És ez igen, ez belga édesség. Hát az utóbbi időben már bele szoktunk kóstolni, úgyhogy nézzük meg ezt is. Múltkoriban az ízeket nagyon nem találtam el, úgyhogy föl se sorolom. Hát és tudom, milyen színűt húzzak ki. Az igen, tehát ez egy írtósz. Kevesebb íze van, mint ami elsőre érződik, de maga a textúrája és a hát ez a vékony formája, ez a fura. De egyébként nem olyan rossz, el lehet fogyasztani. Na akkor összekezdjük, hogy mi volt az e-havi dobozban. Volt nekünk egy nagyon jó kis kulacsunk. Egy Red Bullos képünk. Egy Red Bullos számunk. Egy kis mágnesünk. És ez a gumicukor spagetti. Találkozunk a következő hónapban.